Felavatták Tolstoy szobrát a hegyvidéken, a műalkotása a Németvölgyi út és a Bürök utca találkozásánál kapott helyet. Júniusban szavaz a parlament a jövő évi költségvetésről, növekszik a családok támogatására fordított összeg és mérséklődnek a közterhek. Szűréssel az életért közel 5045 és 65 év közötti nő kap behívót mammográfiai vizsgálatra a 12. kerületben. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Felavatták Lev Tolstoy szobrát a hegyvidéken. A világhírű orosz írónak emléket állító műalkotás a Németvölgyi út és a Bürök utca találkozásánál lévő téren kapott helyet, amely mostantól Tolstoy nevét viseli. Emléket állítottak Lev Nyikolajevics Tolstojnak, a Háború és béke, az Anna Karenina, a Feltámadás és számtalan remek mű írójának. A műalkotást a Németvölgyi út és a Bürök utca kereszteződésénél található téren állították fel. A mellszobrot Grigori Potoszki szobrászművész készítette, és ajándékozta a Jóság Alapítvány közreműködésével a 12. kerületi önkormányzatnak. 130 szobrot avattam fel 45 országban világszerte. Magyarország, ez a Magyarországon ez a harmadik munkám. Először a első szobra Magyarországon a Jóság Alapítvány, Jóság szobra volt Nyírmegyesen. És akkor jött az ötlet, hogy csináljak egy Tolstoy szobrot. A kormány 2010-ben hirdette meg keleti nyitás politikáját, amelyben Oroszország kiemelten fontos helyet foglal el, mondta Csutora Zsolt, a külügyminisztérium helyettes államtitkára. A kétoldalú kapcsolatainkba ezáltal új dinamikát vittünk, folyamatosan erősítve a kölcsönösen előnyös együttműködést a gazdaság és a humán szféra terén. Ennek keretében a magyar fél elkötelezetten támogatja a kulturális együttműködés erősítését is. Pokorni Zoltán polgármester is büszke arra, hogy a nagymúltú íróóriásnak a kerületben állíthattak szobrot. Nincs különösebb kerületi vonatkozás. Én azt gondolom, hogy ez egy polgári, művelt, magas képzettséggel rendelkező emberekből álló kerület, akiknek van közük Tolstoyhoz. A gimnáziumi tananyagnak szerves része nem kopott ki az iskoláinkból, jelen van a kultúránkban, és van egy olyan életszakasz, ez a nagy kamaszkor, amikor a 19. századi nagy orosz írók halatlanul fontosak. Én nagyon büszke vagyok, hogy a gyerekeim olvasnak orosz írókat magyarul, de olvasnak orosz írókat, Dosztojevszkijt, Tolstojt is. Van egy barátom, aki azzal dicsekedett nekem, irodalomtanár egyébként, de a fia műegyetemre jár, azzal dicsekedett, hogy a fia Háború és békét olvassa, már egyetemistaként. És ez tényleg apaként azt gondolom, hogy büszkeségre okot adó dolog. Ott van az életünkben, és én személyesen sokat kaptam tőle, vagy mint írótól, és büszke vagyok arra, hogy ezt a szobrot itt felállíthatjuk. Tolstoy mind vitathatatlanul egy kiváló író. Nemzedékek nőttek föl a regényein, mindannyiunk számára nagy élményt nyújtott nagy műveinek az olvasása. Tehát azt gondolom, hogy az egy jó dolog, hogy egy ilyen kiváló íróról állítunk itt egy szobrot, állítunk emléket. A ma és a jövő nemzedékeinek is itt áll, hogy tudatosodjon bennünk az, hogy valóban milyen kiváló író volt. A 12. kerületi Tolstoy tér névadója, a realista orosz próza mestere idén lenne 107 éves. A jövő évi költségvetés a munkából élők és a családok költségvetése lesz, mondta Fónagy János, a hegyvidék országgyűlési képviselője, a 2018-as büdzsé részleteit ismertető tájékoztatón. Hozzátette, a költségvetés támogatja a teljes foglalkoztatást, és a korábbiaknál is jelentősebb forrásokat mozgósít az ország védelme és a családok támogatása érdekében. A jövő esztendőben a tervek szerint tovább csökkennek az adók. Ez a vállalkozások és a családok számára is jelentős megtakarítást hoz majd. A kormány célja kezdettől fogva, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen, tovább növeljük a család támogatását. Ugye bevezettük az Európába egyedülálló családi adózást, ez gyakorlatilag mintegy 1 millió családnak nyújt segítséget.
Jövőre is marad a 15%-os személyjövedelemadó, Európában az egyik legalacsonyabb egyébként. 2018-ban tovább nő a kétgyermekesek családi adó kedvezménye havi 35 000 forintra, ez évente 420 000 forintot jelent. Továbbra jövőre is lesz elsőházasok adókedvezménye, otthonteremtésre még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A családoknak, pontosabban a fogyasztóknak, de a termelőknek is jelentős kedvezmény, hogy jövőre 5%-ra mérséklődik a halhús, az éttermi étkezés, a szolgáltatások közül pedig az internet forgalmi adója. Emellett a fizetéseket is emelni szeretné a gazdasági kabinet. Az idei 15%-os minimálbér emelés után 18-ban további 8%-kal növekszik a minimálbér. A szakmunkás minimálbér az idei 25% után jövőre újabb 12%-kal emelkedik, gyakorlatilag tehát a szakmunkás minimálbér 2010-hez képest megduplázódik. A minimálbér természetesen jelenti azt is, hogy a bértáblázat további sorai ennek megfelelően emelkednek, a munkabérek növekedése, tehát gyakorlatilag minden munkavállalóra kiterjed. A jövő évi költségvetés tervezete 3%-os nyugdíjemelést és jó gazdasági teljesítés esetén nyugdíjprémiumot is tartalmaz. A tervek szerint 2018-ban 207 milliárddal növelik az egészségügyi kiadásokat, 97 milliárddal az oktatásügy támogatását és 200 milliárddal a vállalkozások ösztönzését. A költségvetési törvényben szerepel a nagyobb hegyvidéki beruházások forrása is. Jövőre 620 millió forint a soron következő munkákra az előirányzata, és ezen belül, de összegét ezt meghaladóan, a Normafa Park történelmi sportterület területének a megvalósítása, amelyre a költségvetés további 550 millió forintot tartalmaz. Külön örömmel tájékoztatom a kedves nézőket, hallgatókat, olvasókat arról, hogy folytatódik a fogaskerekű felújításával kapcsolatos tevékenység is, ismert, hogy ugye a két végén a meghosszabbítás, a pálya és kocsi rekonstrukció, és az összes ehhez kapcsolódó egyéb munka. Erre a célra elsősorban a prototípus tervezése gyártására mintegy 1,5 milliárd forint előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A Fejlesztési Minisztérium államtitkárától megtudtuk, hogy a jövő évi költségvetésben 100 milliárd forinttal többet, azaz 500 milliárdot fordítanak a közbiztonság megőrzésére. A prognózisok szerint a következő évben 3%-os inflációra számíthatunk, és emellett 4,3%-os gazdasági növekedést vetítenek előre a szakértők. Tovább bővült a foglalkoztatottság. A KSH friss jelentése szerint idén február és április között 84 ezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban. Így a foglalkoztatottak száma 4 millió 378 ezerre emelkedett, ezzel párhuzamosan pedig 56 ezer fővel csökkent az álláskeresők száma. Közel 5000, 45 és 65 év közötti nők a behívót mammográfiai szűrésre a Hegyvidéken. Júniusban és júliusban a kormányhivatal azok számára küld értesítőt, akik legalább 2 éve nem vettek részt ilyen jellegű vizsgálaton. Az emlődaganatos megbetegedés a nők körében az egyik leggyakoribb halálok, pedig szűréssel a tragédia elkerülhető lenne. Zsák Lajosné rendszeresen részt vesz a mammográfiai szűréseken. Én ezt azért tartom fontosnak, mert egy rendszeres rákszűrés megelőzés céljára nagyon megfelelő olyan szempontból, hogy a bajt időben észre lehessen venni, ha netán lenne. Magyarországon az emlődaganata a nők körében az egyik leggyakoribb halálok. Évente 5-6 ezer nőnél fedezik fel a rettegett kort, és mintegy 2000-en halnak bele a betegségbe. Az idejében felfedezett rosszindulatú elváltozás azonban jó eséllyel gyógyítható, éppen ezért fontos a rendszeres szűrés. Még egy laikus is láthatná, hogyha valami eltérés lenne, de semmi eltérés nincs benne. A Szent János Kórház mammográfiai centrumában már a legmodernebb képalkotó eszközöket használják. Egy digitális rendszeren működik. A berendezésnek köszönhetően a legapróbb rendellenesség is felfedezhető. A vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe. Alig okoz valami kényelmetlenséget, de ezt a kényelmetlenséget meg kell
meg kell neki tenni, mert sajnos előfordul, hogyha valaki nem jár vizsgálatokra, akkor az a növekvő daganat az egyre nagyobb lesz, és a végén még halálos szövődményeket is okozhat. A legveszélyeztetettebb korosztályba tartozó nők számára rendszeresen szerveznek szűréseket. A fővárosi kormányhivatal júniusban és júliusban közel 5000, 45 és 65 év közötti 12. kerületi nő számára küld be hívott mammográfiai szűrésre. Azok kapnak meghívó levelet, akik ebbe a korosztályba esnek, és 2 év óta nem volt mammográfiás vizsgálatuk. Ez teljesen mindegy, hogy az esetleg egy orvosi beutalóval vették azt igénybe, vagy egy korábbi szűrővizsgálaton voltak. Aki kap meghívó levelet, az legyen szíves vegye igénybe. Aki nem kap, de úgy érzi, hogy 45 és 65 év közötti életkorú és 2 éve nem volt mammográfiás vizsgálata, az pedig a mi szervezőirodánkat tudja felhívni, és ott mi tájékoztatást adunk, hogy hogyan jut meghívó levélhez, vagy miért nem kapott, vagy mikor fog kapni legközelebb. A szakemberek szerint a 45 éves kor alatti hölgyeknek is érdemes évente legalább egyszer részt venniük a mammográfiai vizsgálatokon. Teljesen kiégett egy autó péntek délután a Pasaréti út és a Gábor Áron utca kereszteződésében. A tűzhöz a főváros hivatásos tűzoltóit riasztották, akik 2 vízsugárral oltották el a lángokat. Úgy tudjuk, a tűzben senki sem sérült meg, az autó vezetője idejében ki tudott szállni. Azt még vizsgálják, hogy miért gyulladt ki a jármű. Közel 7 kg-nyi kábítószert foglaltak le egy dílertől a budapesti rendőrök. A férfi lakásán tartott házkutatás során több mint 6,5 kg-nyi marihuánát, 200 darab különböző színű tablettát és 235 g fehér, sűrű állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Ezen kívül mintegy 500 000 forint készpénzt is lefoglaltak a rendőrök. A tavaszi-nyári hónapokban is fennáll a szénmonoxid mérgezések veszélye, erre figyelmeztet a katasztrófavédelem. A fővárosi tűzoltók ebben a hónapban több mint 10 helyszínre vonultak ki szénmonoxid mérgezés miatt. A csendes gyilkos. Így nevezik a szénmonoxidot, amely a hivatalos fűtési szezon lezárulta után is okozhat tragédiákat. A színtelen, szagtalan gáz érzékelő berendezés nélkül észrevehetetlen. Általában csak a fejfájással, hányingerrel járó rosszullét figyelmeztet a gyilkos gáz jelenlétére. Nyári hónapokban nem szűnik a szénmonoxid mérgezés veszélye, hiszen a háztartási meleg vizet, értsük ez alatt a fürdéshez használt, mosogatáshoz használt meleg vizet, ugyanúgy gázüzem készülék állítja elő a lakásban. Ha ennek a készüléknek nem biztosított a szellőzése, nem biztosított a levegő utánpótlása, valamilyen meghibásodás történik a készülékben, a szénmonoxid visszaáramlik a lakásba. Fokozottan kell ezért eljárni a nyári hónapokban is, ugyanúgy érvényes a szabály, hogy ellenőriztetni kell a tüzelőfűtő berendezéseket rendszeresen, ellenőriztetni kell a kéményeket rendszeresen, illetve a szellőző nyílásokat soha nem szabad elzárni, eltömni. A szakember szerint különösen a fürdőszobáknál kell figyelni a megfelelő levegő utánpótlásra, és érdemes szénmonoxid érzékelőt felszereltetni a lakásba. A fővárosi tűzoltóknak csak májusban már 10 szénmonoxid mérgezéses esethez kellett kivonulniuk. Vasárnap gyereknap lesz, a kicsiket a város több pontján is színes programokkal várják. A Hegyvidéki Városháza téren koncertekkel, ügyességi játékokkal és helyismereti óriás társasjátékkal találkozhatnak az érdeklődők. A Momsportban pedig ugrálóvár, pónilovaglás és kézműves sarok várja a családokat. A gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásánál színpadi programokkal szórakoztatják a gyerekeket, és ismét látható lesz a gyermekvasút történetét bemutató kiállítás. Milyen volt az orvoslás a középkori Budán? Erre a kérdésre adott választ az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem legutóbbi előadása. Többek között az is kiderült, melyek voltak az akkoriban modernek számító gyógymódok, és kik foglalkoztak orvoslással a középkorban. Változásokra kell számítani a budai villamos járatok közlekedésében a Hűvösvölgyi támfal átépítése miatt. Május 27-től az 56-os, az 56-a és a 61-es rövidített útvonalon a dél-budai végállomástól a Szent János kórházig szállítja az utasokat. Az 59-es villamos pedig meghosszabbított útvonalon Budagyöngye és a Mártonáron tér között jár. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Legyen kellemes a hétvégéjük. Viszontlátásra!